Sziasztok! Igen, múlt héten jelentkeztem utoljára, azóta eltelt jó pár nap, és hát nem igazán jelentkeztem be, ezt most pótolom. A mai videónak nem véletlenül az a címe, hogy nincs idő az időpazarlásra, ugyanis rengetegen vagyunk azok, akik egyszerre rengeteg mindent csinálnak, és nem lehetetlen. Szóval a mai videót azt életemnek egy bizonyos szakaszára fogom felépíteni. Jó pár évvel ezelőtt voltam egy olyan helyzetben, hogy volt egy 8 órás munkám, egyetemre jártam, mellette OK-t végeztem, és volt normális, rendes párkapcsolatom is. De hogy hogyan is lehet mindezt megcsinálni, hát lássuk. Az első az, hogy állíts fel egy fontossági sorrendet, hogy mi az, ami neked fontos. Tudom, ezt már lerágott csont és x-milliószor már beszéltük, de igazából ez a egyik titka az egésznek, hogy írd le egy papírra, hogy mi az, ami fontos, mikorra szeretnéd elérni, és hogyha azt is tudod, hogy hogyan tudnád elérni, akkor azt is írd le egy papírra, és vezest szépen. Tehát, hogyha év végére szeretnél valamit elérni, amire azt mondod, így érzed saját magadban az, hogy ez talán nem lehetetlen, végül is ez egy reális cél, amit esetleg még el is lehetne érni, akkor ezt azon nyomban írd le egy papírra, és azt is írd le, hogy mindezt te hogyan szeretnéd elérni, mert amint leírod, azzal tudatosítod saját magadban is, és hogyha azt nap mint nap előveszed, akkor lesz benned egy alapból egy nyomás, hogy ó, igen, ezt is meg tudom csinálni, azt is meg tudom csinálni. Végig is ez, amit szeretnék, ez tök reális, és akár el is érhetem. Ezért fontos az, hogy csinálj fontossági listát. Hogy mi az, ami neked fontos? Én már írtam. Második ilyen az, hogy miután rengeteg mindent csináltunk, és csinálunk is, mondjuk én egyetemre jártam, OK-t végeztem, és még volt egy rendes 8 órás munkám is, folyamatosan azt tapasztaltam, hogy nincs időm. Tehát, hogy mindig versenyt futok az idővel, ugyebár egy nap az 24 órából áll, és ha én belegebedek, akkor sem lesz egy nap 36 órás, akkor is marad 24 órás egy nap. Tehát azáltal, hogy folyton versenyt futottam az idővel, így igazából rájöttem arra, hogy melyek azok a, először is, hogy mik a részfeladatok, amiket csinálnom kell, és hogy azok a részfeladatok igazából mennyi időt is vesznek igénybe. Mert különben, hogyha nem vagyok elhabazva, és persze ez lehet, hogy csak nálam van így, de hogyha én nem vagyok elhabazva, és nem érzem azt, hogy folyamatosan versenyt kéne futnom az idővel, mert annyi különböző projekt van, amit csinálnom kéne, akkor hajlamos vagyok arra, hogy elkalandozzak, lustuljak, jó, most megnézek egy részt az egyik sorozatból, jó, hát végül is még csak 2 óra van, megnézek még egy részt belőle, vagy hogy egyszerűen ott ülök felett és elkalandozom. De hogyha tudom azt, hogy abszolút erre nincsen időm, mert emellett még van 866 másik dolog, amit meg kéne csinálnom aznap, akkor ugye sokkal jobban elkezdek fókuszálni, és ez lesz a következő rész, azokra a dolgokra, amiket abban a pillanatban kéne csinálnom. És miután ugye nincs a semmilyen plusz időm, amit arra fektethetnék bele, hogy elkalandozzak, így az adott dologra sokkal jobban megtanultam koncentrálni. Tehát sosem az egész listát nézem, amit csinálnom kéne, hanem mindig a következő tételt, amiről nagyjából tudom, hogy mennyi időt vehet igénybe, és akkor arra rákoncentrálok, és mindig örülök annak, hogy jó, én erre fél órát szántam, de igazából 25 perc alatt megvoltam, tehát akkor nyertem plusz 5 percet. Ami most így először így hallgatva elég szörnyű, és elég cikinek, gáznak és szánalmasnak hangzik, de igazából nem az. Mert azáltal, hogy te belövöd saját magadnak, hogy ez mondjuk fél órát vesz igénybe, és a végén rájössz arra, hogy jó, végül is rákoncentráltam, rákészültem, és az egészet meg tudtam csinálni 25 perc alatt. Ez azt jelenti, hogy nem csak az idővel harcoltál, de a saját korlátaidat is kitoltad, és ez mondjuk engem nagyon boldoggá tesz, amikor egy ilyet tapasztalok. A következő az előbb már sokszor említettem, a lista. A to-do lista. Ezt
Ilyet szerintem mindenki ér már gimnázium végén, vagy ha ott nem, akkor egyetemnél az első vizsgaidőszaknál elkezded írni, hogy jaj, hát én mindenből szeretnék elsőre átmenni, ez a vizsga ekkor lesz, az a vizsga amakkor lesz, és akkor jaj, még van 3 napom erre a vizsgára, 5 napom arra a vizsgára, és akkor elkezded így beosztani, hogy melyik nap mit kéne csinálni, és elkezded leírni. Na ez a to-do lista. És pontosabban a mit kell csinálni lista, az napi lista. És ezt lehet nagyon, nagyon csicsásan is csinálni, kis szívecskéket, meg kis sormintákat rajzolsz oda, de lehet úgy is, ahogy én szoktam, egyszerűen csak felírom egy listába is annyi. De, és akkor mindig a következő tételt nézed, ami tényleg fontos, és a szerint haladsz. Volt egy munkahelyem, ahol fogalmazunk, hogy nem túl sokáig voltam az emberek munkatársa, nem sokáig bírtam, mert beismerem, én idegileg kikészültem attól a munkakörtől, és ott volt az, hogy kaptunk egy új főnököt, és az új főnök jött, és folyamatosan így mondta, hogy oda ment, belenézett így a szemedbe, így egy szúrosan, to-do lista, mi az a to-do lista? Írtál to-do listát? Mondd meg nekem, fogalmazd meg, mi a to-do lista? Így, és én ennél a pontnál éreztem így ez, hogy én ezt nem. És akkor így apám megkérdezte tőlem egyszer, miután megszűntott a munkaviszonyom, és átmentem egy másik munkahelyre, és megkérdezte tőlem, hogy miután megkaptak az új főnököt, mikor kezdtem el utána új munka után nézni? Mikor döntöttem el úgy, hogy hát akkor ezt úgy inkább nem, és keresünk más munkahelyet, így meddig? 2 hét? 1 hónap? Így, és én így mondtam azt, hogy nem. Aznap, miután bemutatkozott, és úgy megtapasztaltam, hogy mekkora arrogáns, beképzelt, önelégült, pont-pont-pont fej. Szóval aznap kezdtem el új munka után nézni, hogy bemutatták az új főnökömet, és apám ennél a pontnál gyakorlatilag felröhögött, és mondta azt, hogy neki is volt egy ugyanilyen munkatapasztalata, hogy amint megkapta az új főnököt, és megtudta azt, hogy pontosan mit és hogyan, aznap kezdett el új munka után nézni, tehát igazából akárhogy is nézzük, az alma nem esett messze a fájától. És egyben az utolsó a listámon, és szerintem az egyik legfontosabb, ha nem is a legfontosabb, de biztos, hogy a második legfontosabb, az az, hogy légy büszke magadra. Szóval tök mindegy, hogy mit csinálsz. Lényegtelen, hogy az a többiek szemében értékes, hasznos, mit tudom én, olyan a munkakörökben is, a hierarchia szinten a magasabban lévő közé tartozik, vagy mások értékrendje szerint a, hát nem, azért, nem olyan hű, de magasan, hanem mondjuk itt így középszinten, vagy ne adj Isten nagyon alul. Tök mindegy. Nem az ő életük, a te életed. Tehát a te szemszögedből, a te értékrended szerint az a munka, amit te csinálsz, az rohadtul nem értéktelen. Az igenis fontos és lényeges dolog. És hogyha mások ezt nem látják, hát akkor nyarsként kategória van, és bocsánat. De a lényeg, hogy legyél büszke arra, amit csinálsz, arra, ahogyan csinálod, mert a más nem tudná úgy csinálni, ahogy te csinálod. És ha írsz egy to-do listát, és bárki tényleg, ha tudjátok, hogy mi a hivatalos megnevezése magyarul a to-do listának, akkor azt légy kommentbe írjátok már le, mert tűzöm sincsen róla, mindenki így használja, legalábbis ahol én hallottam, és nem tudom a magyar megfelelőjét, hogy ezt magyarul hogy is mondjuk. Amikor ilyen napi listát írsz arról, a teendődista, megvan teendődista, bocsi. Szóval, hogyha nem is fejezted be teljes mértékig a listádat, és nem haladtál végig, és nincsen az összes tétel mellett pipa, csak mondjuk 5-ből 3 mellett van pipa, na és 5-ből 3-at elértél, és megcsináltál aznap. Légy büszke azokra, hogy na azokat megcsináltad. Lehet, hogy nincs rajta
a mindegyik mellett pipa. Én annak se látom értelmét, hogy a listádra felírjál napi 16 tételt, hogy annyi mindent meg kell csinálnod, és agyonhajtod magad, hogy jaj, a végén meglegyen, és felírod azokat is, hogy mosogatás, mosás, takarítás. Nem, én abban hiszek, hogy minden nap van 4-5 olyan fontos tétel, amit meg kell csinálni, és amit nem lehet halasztani, vagy nem lenne érdemes halasztani, és azokat csináld meg, mindegyiket próbáld elvégezni, mindegyik mellé kerüljön pipa a nap végére, az akkor a legjobb, és akkor gyakorlatilag Isten király vagy, és Isten császár vagy, és előrébb jutottál ahhoz, hogy december végére elért azt a célodat, amit el szeretnél érni, vagy hogyha nem ilyen hosszú távú az elérési célod, tehát például nem december végére szeretnéd azt elérni, hanem augusztus végére, akkor is érzed azt, hogy igen, egy lépéssel közelebb kerültem ahhoz, hogy augusztus végére elérjem azt, amit szeretnék, és ez nagyon, hidd el, ez nagyon boldoggá fog téged tenni, és hogyha csak hármat értél el, és három tétel mellé raktál pipát, akkor az sokkal jobb, mint hogyha egy mellé se. Szóval ezek azok a tippek, amikkel én egyszerre tudtam dolgozni, egyetemre járni, OK-ét végezni, és volt még egy rendes, normális párkapcsolatom is. Ha én ezeket nem így csinálom, hanem valamelyiket kihagyom így a listából, akkor szerintem fele annyira se sikerültek volna ezek a dolgok, és azt kell, hogy mondjam, hogy az a fél évem, amikor ezeket bevezettem, abban a fél évben voltak a legjobbak a jegyeim az egyetemen is. Pont azért, mert feszített tempó volt, és nem volt idő az időpazarlásra, a lustálkodásra, pontosan tudtam, mit akarok, hogyan akarok, és hogyan szeretném elérni, és ezek miatt sikerült. Remélem tetszett a videó, és hasznosnak találtad. Hogyha van olyan dolog, amit te használsz, és neked nagyon fontos, és hasznosnak tartod, viszont én előbb nem említettem meg, akkor kérlek írd le azt, hogy mi az, amit te hiányolsz ebből a listából, és szerinted mi az, amit még ebbe bele kéne venni ahhoz, hogy tényleg te sikeresen elérd azt, amit szeretnél, és mi az, amit te használsz még. Találkozunk legközelebb, és addig is további szép napokat, hetet. Sajnos nem tudom, hogy legközelebb mikor fogok jelentkezni. Lehet, hogy holnap, de az is lehet, hogy csak jövő héten. Sajnos annyira kaotikus ez a hetem, hogy nem tudom előre megmondani, de addig is élvezzétek a nyarat, és további szép napot. Sziasztok!